Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Hűséges az Isten, ez Brückner Ákos elődatya jelmondata. Ennek tükrében folytattuk le az első beszélgetésünket, most pedig következik a második. A témánk természetesen ugyanaz, hiszen ünnepeltünk. Pappá szentelésének 60. évfordulóján köszöntöttük, és mielőtt elfelejteném, természetesen júniusban lesz a 90. születésnapja. Hát, Isten megadja, igen. Bízunk benne, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm. Nos, ott tartottunk, hogy a háború után én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz időszak köszöntött a családjára, önre, mindenkire, viszont az elhivatottság, az elhívás már megtörtént. De a háború után mit kezd egy fiatalember, egy fiatal önmagával, hiszen ugye a középiskolai tanulmányait végezte, és azt hiszem, hogy a rendszerváltás, a szocialista társadalom berobbanása a hazánkba is, az a hittel élő családok életét jelentősen megváltoztatta. Mennyiben kellett odafigyelni arra, hogy tovább vigye mindazt, amit a családjától örökül kapott, és hogyan lehetett ezt megoldani? Hát egyik motivum az is, hogy a családban jövök a legidősebb a gyerekek között, tehát tudom, mint elsőszülöttnek mindig van egy saját a Bibliában is leírt szerepe, tehát nyilván azért egy bizonyos előnyhöz is jutottam, mert a konyha mellett egy kis szobácskát, egy ilyen, csak egy falrekeszel elzárt kis helységet a konyha mellett én kaptam meg, amíg ott családi körben tartózkodtam. Másrészt pedig ugye az időknek a sodrában segítő, mi cserkészek voltunk, ágyám apának nagyon bölcs ötlete volt, vagy bátorsága, hogy elfogadta, hogy kis cserkész legyek 43-ba, Csikóváraljai tábor, stb. Utána a Kölei Györgyel, aki egy nagyon kiváló, akkor az egész kis cserkész mozgalmak, ő volt a vezetője, vezetőtisztje, aztán később ugye elfogták persze, és Gulág, és így tovább, aztán külföldre kényszerült, ő a Birma apám, és hát az egész csapat élet, aztán az is, hogy a csapaton belül is éppen a Nagy László barátom, osztálytársammal és társával elmentük egyszer kerékpáron Esztergombát, ilyen kalandokról is beszéltek, de mindez embert nagyon neveli, vagy segíti, egy bizonyos tartást adott. És az osztályban azért többen hűségesek próbáltunk maradni, viszont az osztályfőnök meg az iskola szelleme is olyan volt, aki nem volt megkeresztve, vagy nem kívánt keresztény módon élni, már ilyen tudatosan, meg gyakorian, az is azért társunk volt, és sose volt ez kihez egymás között, lehetett protestáns is közöttünk. Tehát a cserkészlét, illetve a hit összetartozik, azt tudjuk, ez nagyon sokat segített. Persze. Ugyanakkor a későbbiekben miként lehetett megbarátkozni azzal, függetlenül attól, hogy a rendtagja volt, hogy azért változtak az idők. Ez a tempora mutantur jegyében egyre nehezebben éltek mindazok, akik hittel éltek. Hát ez igyekeztem én is egyetemen is matfiszakra menni, és ott a múzeum költi nagy öreg épületben, ami szépen estvált a 90-ben, ugye voltak mély ablak mélyedések, de behúzottuk, ott beszélgettünk ilyen programok, hogy hát a Sísán meg kell hallgatni hétfőn, vasárnap nem tud, de hétfőn meghallgatjuk este ott a rendházban, tehát anyám egykor iskolának a szakrekörnek a térségében, és hát ilyen élmények, Pirestegi nem volt akkor ez már, ilyen élmények persze, hogy segítettek. Meg hát egymásnak is adogattuk, ami jobb fajta könyv, vagy ilyen élmény. Volt egy kis körünk még az érettségi előtt is, ahol összetartom angol-magyar kör, és ott Kereszi Rókussal és másokkal, ugye rendtársam egy késő Rókus, mostában ment az úrhoz, úgy vele szállítottunk ilyen kis programokat, egy-egy szerzőt ismertünk, emlékszem, a 50. Zsoltát elmékettem át a közösségben, a Bűnbáti Zsoltát, és így tovább ezek jó eszközök voltak arra, vagy alkalmak, hogy mi tovább bontakozzunk. Egy jobb filmet lehetett látni, elmentünk, hát szóval igyekeztünk egy keresztény kultúrában maradni, és a tanárok egy része is becsületes tanár volt, és még lényegében keresztény, nagyon csöndesen, de ugye ez szél volt ott a Gellérthegyen, ugye ott nagyon sok keresztény és nem keresztény volt együtt, hogy az iskola magas szinten maradjon, tehát nekünk kiváló tanáraink voltak, Kunfaldi Rezső és mások, úgyhogy nem voltunk így eleszve, de volt egy nagy dac a fiatalok között osztályunkban is, meg egy-két szertelenség,
Tehát valahol ennek a lehetetlenség, hogy idén még Szentvégén, és egyszer össze, hogy nem most ugye József Attila gimnázium leszünk, ezek mind ilyen erőszakos dolgok voltak. Az volt az igazgatónak, akkorinak a becsülete, hogy amikor a kitelepítő céglával jött valaki érettségizni 51-be, június elején, akkor azt előre engedte, vagy engedte, hogy leérettségizzen. És este ugye elvitték a holtomára akárhova. Ezek csúnya dolgok voltak. Tehát a dac és az elkötelezettség találkozott. Igen, igen. A jó ügy érdekében mindvégig. Igen, nem volt ez lázadás, csak egy önérzeti igazodás, meg az igazságérzet, hogy ez mégsem méltó, ez meg így érettségizni, és utána sehol se kerülni. Folyamatosan gondolt arra, hogy egyszer majd felszentelik? Hát ezt mindig csak remélhettem. Csak ugye, remélhettem. Mert amikor én 51-ben jelentkeztem nyáron a Zsigmond Oránd atyánál, attól kezdve mi szoktunk találkozni, úgy majdnem hetenként, hét végén, ugye akkor még a szombat nem volt szabad szombat délután, vasárnap, egy-egy kirándulás néha, vagy volt egy kis ilyen vigyilónk Pasai templom fölött, ott a kertbe, vagy valamelyikünknél, egy festőművész, egy ilyen nagyon kiváló, hogy a gimnáziumunk mellett a templomunkban, Tóth Imre apjának, vagy Tóth Gyulának van a remek műve, a kazettás szerkebe, Szent Istenetek a megörökítése. Hát az ő villájukban találkoztunk többszörösen, rendszeresen, de úgy, hogy mikor lejöttünk a kapuhoz, akkor is már csak ilyen egyenként, vagy kettesével, összesen voltunk négyen-öten, de akkor is egyszerre, hogy minden nagyon szerény és csendes legyen. Tehát ez folyamatos volt, az a gondoskodó tisztelet és szeretet, amelynek mentén aztán eljutott a felszentelésünk. Igen, igen. Hát először a ciszterci igéfogalomtételhez, majd kis örökfogalomtételhez, az egy kocsedónak neveztük, egy ilyen kis kerti viskóba volt a Sasadon. Hát szóval romantikus életünk volt, és olyan bölcs volt a vezetőnk, a Loránd atya, és olyan jó az Isten hozzánk, hogy 10 évig semmi bajunk ebből nem volt. Volt, hogy őt keresték, például egy másik kis blokkba tartozó ilyen akkor rendtársunknál, egy éjszaka házkutatással, tehát nem találták ott. Pár háza arrébb egy valamilyen nagyon szerény kis cserésze volt, Petron főzővel melegítve, ugye ő azt megúszta akkor. Őt is csak már a 60-as évek elején fogták el a Rákóczi téren, közel volt egy ilyen szükséglakása, ott fogták el és zárták börtönbe, és igazán, hogy meghalni vagy súlyos betegségében, hát végig a gyengülésig, végső stádiumig eljutásig engedték Panhalmára. Ott tehát, találkoztam is vele, nagyon szent élmény volt ez. Tehát tulajdonképpen önök egy csupa nagybetűs közösséget, úgymond csapatot alkottak. Hát igen, szerény csapatot, de ahhoz tartunk, de viszont szigorúan nem találkoztunk a rendtársakkal, mert nehogy elújságolják, örömükben van utánpótlás, tehát nagyon. És hát ahogy ma egy nagyon rendes, szűk, nagyon kicsi kis közösség él úgy Krisztusban, ennyit tettünk semmi mást. Ez egy imádságos élet volt, valamennyi teológia tanulás, lelki élet, ilyen elmélkedések, az óv antifónákról adventben, ilyen óbigató antifónák, Loránd atya egy csodálatos ilyen elmélkedés sor tartott, ez valahol meg is maradt, és egyébként is hát elbeszélgettünk vele, tehát nagyon finoman, csendesen, bölcsen irányba az erzbész irányba, és amikor 59-ben már 4 évi tanítás után postafogai technikumban taníthattam, ez egy különös ajándék volt, hogy miért pont ott és miért Budapesten, majdnem ez egy csodálva hatás dolog volt, akkor mondta nekem a Makkos mellett templom ajtajánál, addig elkivallott, hogy mi volt a nyári élményem egy kelet-német úton apámmal és az iskolájával, kivallott, és utána mondta, hogy hát akkor most elmehetsz papnak, most még utolsó pillanatok, lehet, hogy ez már nem megy sokáig, akkor volt a budapesti szemlélők a szörnyűséges hát, ütközése és szétverése. Keserves dolgok voltak, ő ezt erre látta, hogy ez a helyzet egyre romlik, és akkor így oda kerülhettem Győrbe. Persze a nagybátyám, aki mártír lett, és nagyon becsületes, igazán csodálatos pap volt, nagy lelkipásztor családoknak, és kispap nevelő. Hát én mondom, nagy ívbe kerüljem el Esztergomot, mert az ő becsületes élete, és etnek elejében le folytása, ugye egészen szinte majdnem, hogy fogságba ért egy
Primási Paltek egy ilyen mellék zugába, egy fülszóban át lehet csak hozzájutni. Hát ő volt az, aki mondta, hogy kerüljem el Nagyéb Esztergomot, mert az ő becsületessége nekem ugye akadályt jelentene, vagy túlságos összekötnek bennünket. Ez így is történt, de mielőtt 1963-ban felszenteléséhez érünk, egy kicsit még az imént említett röviden csodapillanatokat. Hát az is az, hogy már éppen ugye az a lehetőség volt, hogy ugye kicsit gyorsabban végeztem az éveket, lehetett egy különvizsgákat tenni, és már arról volt szó, hogy 62 nyarán felszentelnek. Én már diákonos voltam akkor, és hát utána persze Gyorskocsi utca és Vallatás meg stb., de utána hát kidobtak a szemlemből, azonnal menni kellett, a vasúton egy rendőrtiszt nézte, hogy ott vagy nem, és hát Budapestre kellett menekülnöm haza a családhoz, és hát egy szerda napon volt vérvörös arca, mondta rektor Kovács György, hogy hát azonnal menned kell, mert a ciszterci voltodat most felszámolják. Ez a Ruscsov időkben volt, akkor volt ez a bizonyos legerősebb vallás üldözés hazánkban. Igen, hát Rákosi időszak. Igen. Viszont tehát hallgatott Zsigmond Lóránt atyára, igen. És az egy nagyon fontos időszak, mert elkerült Esztergomot, viszont igen. Mi történt Győrben? Hát ott azért azt azért elmondtam, hogy nem volt leányálom önmagában az a tény, hogy bármikor tudtam, hogy kidobhatnak. Kézben jött az államegyházi hivatal megfelelő embere, és egy kihallgatásra elrendelt egy állami helyre, és akkor utána mondta, hogy ki vagyok dobva, mert hogy akar egy tanár elmenni papnak. Hát mondtam, amennyi évet tanultam, egyetlen annyit tanítottam is, úgyhogy ez egálban van a kettő. És akkor aztán délután persze áthívtak a püspökségre, és ott a Nedesovszki nevű úr, egy kanonok, egy vezető ember, ő egy kávé mellett elmondta, hát maradhatsz, csak hát szép csöndesen tett. Miként készült a papságra, hiszen az egy új kihívás, már bizonyos értelemben tanulás szempontjából is. Ugye olvastam, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal itt is azért, ha úgy tetszik, keresztbe tett, bár ez rossz szó. Igen. Hát egyszer kisüktem, amit mondtam, kidobtak egy évre, hogy miért csak egy évre az Isten titka, mert semmit nem kellett fizetni, vagy valami téglaszerepet vállalni. Egyszerűen, hát nem is lehet olyat, egyszerűen az történt, hogy egy Szent Margit napján, 63. június, január 18-án megjött a püspökömnek, pap Kálmánnak az írása, hogy akkor mégis pappá szentelhet. Hát nem kellett egész évet várni, a szentlésre már, szentlés után már csak 4 nap jött a február 7-e. Ugyanakkor dolgoznia kellett, hát hogy értesültem róla. Igen, hogy ne. Egy 3 műszakban. Én azt hiszem, hogy ez egy óriási kihívás bizonyos értelemben, hiszen azért fizikai munkát végezni, illetve hát teljesen más munkát végezni a hitélet mellett, a tanulás mellett, azért az egy nehéz időszak. Hát a kilátástalanságot, az nem volt szó, hogy mikor kerülök vissza, egyet visszakerülhetek-e, tehát ez a remény ideje volt. Másrészt viszont, hát azért diákkoromban is azért tettem, vettem, szerettem kirándulni, fúrni, faragni, sok mindennel foglalkoztam, tehát azért nem voltam edzettség nélkül, és hát azt kell tenni, az ember teszi. A legnehezebb talán az volt, vagy legsötétebb nap, amikor egy-két hét a Győrből kidobás után otthoni körben egy nővér látott meg, hogy a szomszéd Szentlélek kápolnában nagyon szép szerepet töltött be, és ő mondta anyámnak, hogy tudod, ha egyik valakinek az Isten egy kaput becsuk, egy másikat kinyit. Tehát valóban így volt, utána 2-3 napon belül a nagybátyámnak egy kedves, hát ilyen lelki gyermeke, aki személyzet is volt ott a kontaktában, ő vett föl engem, hát persze szuterénbe, gépen, ilyen fröccsentő gépen kellett dolgozni, de azért olyan szép volt a Vitány Györgytől, a plebánosunktól ott a Szent Ilyenvárosban, meg Ruppert Jánostól, aki egy csodálatos testvér volt, egy káplán, aki hát csupa jóság, csupa szeret, csupa ötletesség, hogy meghívott ilyen kommentátor szerepe a vasárnapi szentmisékre. Tehát azért a papi diákonis szerepemben azért benne maradhattam, és hát nagy héten is elrészeltem a szert, úgy mentem be éjszakai műszakra, de hogy aztán nehogy valami baj történt, éjszaka az ember azért elálmosodhat,
akkor hallottam a már megbújult pásztor Győző évfiam társamtól, szintén pap, és egyetem együtt jártunk, hogy ő vízura leolvasó lett, és biztos engem menjek oda át, és ez sikerült is, ugye a vízművekhez kerültem. És aztán így a vízművek kapcsán vízra leolvasok, én akkor én még egyszerű eszközökkel, hát vagy megkötődik a kutyát, és kitettek egy kis edény szilvát vagy almát, vagy pedig éppen szabadon volt minden, és akkor kényelmetlen volt ott mozogni, de hát ezt a szolgálatot szépen elláttam, és hát rengeteg budapesti utcát jártam végig, meg a Faksi temetőnek a hatalmas mérőit is, meg a kiállítási térségnek a óráit, ott el is számoltam egyszer a hatalmas számot, vagy mutat rosszul láttam, hát nevettek rajta, és mondták, hogy jobban figyeljek, de egyébként az ember hát teszi, amit ilyenkor tenni kell. A családja tartotta önben a lelket, hiszen ebben az időszakban nem volt az egyértelmű és nyilvánvaló, hogy majd visszakerül. Hát persze, ez teljes ajándékszerű volt, mert sok több társamnak csak titokban lehet, tehát ilyen titkosan szentelték pappá, nem pont cisztercieket, de mondjuk helyzettársakat, és másrészt pedig ugye János atya, Cike János, aki mindenben társam, évfiam társam, és régi ismerős család, ismerősök családot ismerte, hát ő sokkal később került be a papság keretébe, tehát később szentelték föl. Hát ez egy ajándék volt számomra, de ki kellett tartani, és hát az Úristen megőrzött. Ráadásul, ahogy játékosan fogalmazott egyszer, hogy a Jóisten humora volt, hogy ott lett spirituális, ahonnét. Hát az egész elképesztő valóban, ez egész sajátos, hogy a legbizalmibb ugye poszt az állam felől nézve is, hogy valaki spirituális, mert az nem szavaz ugyan, nem intézkedik, nem fegyelmi előjáró, de hát a legbensőbb körökben van, és hát számos fiatallal itt igazán együtt kerestük az Úr útját. Tehát tulajdonképpen ön a kispapok menedzsere lett hirtelen. Pontosan így, igen. Hát ilyen lelki menedzsere. Ez egy milyen időszak volt az ön életében? Hát a legnehezebb, legizgalmasabb, mert ugye volt kispap, aki hát nyilván kényszerből zárta a szobát egy ilyen belső házban, a kis cellának nevezett szobácska ajtaját. Hát nyilvánvaló, neki ez valami kényesebb volt a szerepe, hát ezt is el kellett fogadni, de amikor volt egy szép szentségimállás, egy szentmise, valami ünnep, akkor azért nagyon föloldultunk, tehát nem volt közöttünk ilyenfajta, mondjuk hát kettőség. A legmélyebben szenvedt az, akit beépítettek katonaság idején, mert berángatták őket katonának, annak, hogy valamit is tudtak volna a papilletről, vagy a vallásos életnek ilyen gyakorlatáról, ugye bekerültek. Ha még volt, mondom, akkor egy picit utolsó napokban fölkészítjük őket, vagy nyári jelentkezés után, és akkor ott őket tábori püspöknek kezelték szinte, és akkor nem volt még ilyen tapasztalatuk. Hát így naivitásból lehet, hogy valaki bekerült egy ilyen szint. Ez megerősítést jelentett a családjának is, hogy most már megtalálta a helyét mindenképpen? Illetve megerősítést jelent önnek is? Hát persze, anyám sosem mondta, hogy legyek pap, de egy ima pap kiugrott a misszáliából, mise könyvéből, mert már misére járásnak a világi civil könyve volt ez, egy ilyen imakönyv, mert az imákodott értem nap, mint nap, igen, és örültek neki, de nem harsogtak, örültek így. És apám azért nem kapott, hogy kitüntetés, mert a fia pap pár év után egy sokkal jobbat kapott annak, hogy a fia pap. Tehát ez egy fontos időszak volt mindenképpen. Szóval voltak küzdelmeink, öcsém halála a Baradai Barlangban, az meg nagyon erősen ugye górcső alá tett bennünket, ugye odafigyeltek, és ugye vallatások, minden. Anyámnak nagyon nehéz volt ezt elviselni, de hát el kellett fogadnunk még ezt a szenvedést is. Ne feledjük, hogy már azért abban az időszakban egy kicsit, ha úgy tetszik, a szocialista államhatalom gyengédebb volt, de ennek ellenére azért rendkívül nehéz időszak volt. Ezt én kritikusan nézném, mert a legutolsó időkig, már 80-as évek vége fele is volt még egy afférom, egy ilyen egyházügyissel, aki nagyon letolt engem, olyan durván, de nem bántóan csak, szóval nem bántott, csak ezért nagyon hát méltatlan kezelt, mert hogy én miért tanítok óvodásokat, nem volt tiltva, hogy óvodásokkal beszélgessünk. És mert az óvoda közel volt az egykori bányigazgatói villa,
és ott óvodát rendeztem, nyilván valaki is fiatal, ilyen ottani nevelő, vagy ilyen dada, ugye elkiabálta, hogy itt ilyesmi van, és azt Pesten előbb tudták, mint a Tatabányai megbízott, és ebből ez kényelmetlen volt. De ugyan ő egy ilyen gyárlátogatás idején, mint Emszes pap elment Tatabányon vele, lemaradt, és mondta, hogy megkér engem, hogy menjek a szüleihez a közel templom mögötti panzióba, mert hát szeretnek gyúrni, meg áldozni. Ugyanez ember ilyen jó volt a szüleihez. Nos, tehát ez lesz a következő műsorunkban az alap, innét folytatjuk, hiszen bányalelkészként is nagy kihívás érte abban az időszakban. Én most megköszönöm önnek, hogy megtisztelt bennünket. A valóság az ez a szféra is hozzátartozik, hát örülök, hogy ez mindenképpen most előkerül. Jó, köszönöm szépen. És kedves nézőink, tehát akkor mondom, köszönöm a figyelmüket, ez volt a második része ennek a beszélgetésnek, és a következőkben pedig természetesen folytatjuk, hiszen számtalan, rendkívül érdekes, mélységesen emberi történet vár még ránk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!